Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nagymányoki fejlesztések, létfontosságú a vízelvezető rendszer korszerűsítése. Felveszik a harcot a hulladékkal, a lakosság együttműködését kérik Szekszárdon. Hamarosan befejeződhet a beruházás, vízen és szárazföldön is lesz lehetőség a sportolásra. Fontos határidő közeleg, még 2 napig lehet módosítani az adóbevallás tervezeteken. Nagymányok teljes rekonstrukciós sorozaton esik át idén. A település egyik nagy fejlesztése a vízelvezető rendszer korszerűsítése, amire az elmúlt 60 évben nem került sor. A csapadékvízelvezető megújításán és a vízvezeték hálózat cseréjén kívül járda és útfelújítás is várható a településen. Folynak a munkálatok a nagymányoki vízelvezető csatorna építésénél. Több mint 210 millió forintból újul meg, közel 2,5 kilométeren a csapadékvízelvezető rendszer. Az építkezés során a kotráson és a mélyítésen is dolgoznak a munkagépek. Kár Béla, Nagymányok polgármestere elmondta, új, betonozott árkokat alakítanak ki hidakkal, a mélyebb szakaszokat pedig korlátokkal biztosítják. 10-12 évvel ezelőtt küzdöttünk szivattyúkkal, hirtelen árokaparása mindennel, mert mivel megteltek 56 óta ezek az árokok, fölteltek, eliszapolódtak, nem funkcionált már normál, átereszek eltömődtek, ezt most mind meg kell csinálnunk. Hozzátette, a kivitelezőkkel együtt azon dolgoznak, hogy minél jobban és precízebben végződjenek a munkálatok, melyek előzetes tervek szerint szeptemberre befejeződhetnek. Biztonságossá teszi a csapadékvíz, illetve árvízi helyzetet, az ivóvízellátást, mert mondom, egy eternicsöves hálózat, egyrészt hogy tudjuk, hogy nem túl egészséges, másrészt meghibásodások száma exponenciálisan nő, ahogy az idő telik. A járda az egy komfort, meg hát szép. A felújítási munkálatok miatt kialakult esetleges forgalmi rendváltozás és torlódás miatt a polgármester a lakók türelmét kéri. Csütörtökön még utoljára elszállítják a szabálytalanul kihelyezett zöld hulladékot az Aliszka Terra munkatársai Szekszárdon. A jövőben viszont már csak az erre a célra ingyen átvehető lebomló zsákba helyezett ágakat viszik el. Az önkormányzati cégnek évente nagyjából 10 millió forintjába kerül, hogy a nem megfelelően gyűjtött zöld hulladékot semlegesítesse. Ez volt a korábbi zöld zsákunk, ez is lebomló zsák. Eddig zöld, mostantól pedig fehér lebomló zsákokat biztosít az Aliszka Terra Kft. A szekszárdiaknak, havonta 5 darabot. Ezekben lehet kihelyezni a házak elé a zöld hulladékot. A speciális anyagból készült zsákok ugyanis víz és fény hatására 3 hét alatt lebomlanak. A tapasztalat viszont az, hogy bár a cég ingyen adja a helyieknek ezeket az eszközöket, sokan mégis egyszerű műanyag szatyrokba gyűjtik a levágott füvet vagy éppen a galjakat. Így pedig azt nem lehet feldolgozni komposztnak, hanem drágán semlegesítetni kell. Szabó Antal, a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég vezetője azt mondja, csütörtökön még egyszer utoljára elszállítják a szabálytalanul kihelyezett zöld hulladékot, utána viszont többször már nem. Elszállítjuk, de ezt nem fogjuk tudni komposztálni, ezt hulladékként le kell vinnünk cikóra, és ennek ártalmatlanítási díja van, tehát még ez is plusz költség, amellett, hogy egyszerűen nem lehet felhasználni. Szekszárdon évente nagyjából 10 millió forintot fordít az önkormányzati cég a szabálytalanul kihelyezett zöld hulladék megsemmisítésére. Eddig itt az Aliszka Terra telephelyén ennek a töredékéért lehetne jó minőségű komposztot előállítani, ha mindenki a lebomló zsákokat használná. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, ezek az eszközök az elmúlt hónapokban többszörösükre drágultak, de még így is jobban megéri használni őket, mint cikóra szállítatni a levágott galjakat. Ennek a tavaly évben a zsáknak darabja 50 forintba került, most 248 forintba kerül. Ebből is az következik, hogy elkövetünk mindent annak érdekében, hogy minden lehetőséget, feltételt biztosítsunk, de ehhez kérjük az együttműködést. A megyei jogú városban tehát most csütörtökön szállítják el utoljára a nem szabályosan összegyűjtött zöld hulladékot. A begyűjtés pontos beosztása megtalálható az Aliszka Terra Kft. Honlapján. Továbbra is válságálló a magyar gazdaság, a kormányzati intézkedések eredményesen tompították az orosz-ukrán háború hatását, kommentálta a legújabb GDP adatokat Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára közzétett videójában.
A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint az ország bruttó hazai terméke a nyers adatok szerint 8,2%-kal nőtt az első negyedévben, az előző év azonos időszakához viszonyítva. A pénzügyminiszter elmondta, hogy a növekedéshez szinte minden ágazat hozzájárult. Jól teljesített az ipar, az építőipar, a pénzügyi szektor, de a magas foglalkoztatásnak és a béremeléseknek köszönhetően a kiskereskedelem és a turizmus is erősödött. A jelenleg elérhető adatok szerint hazánk továbbra is az uniós növekedési rangsor élmezőnyében van. A háború és a szankciók hatásai azonban a magyar gazdaság növekedését is veszélyeztetik. Azon dolgozunk, hogy biztonságos növekedési pályán tartsuk a gazdaságot, megőrizzük a stabilitást és megvédjük az elért eredményeket. Az elmúlt héten összesen 4749 új koronavírusos megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.914.697 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten 103 többségében idős, krónikus beteg hunyt el, így az áldozatok száma 46.446 főre emelkedett. Jelenleg 742 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta összesen 40.399 fertőzöttet regisztráltak. Hamarosan elkészül a Palánki hídtól induló és a Sió mentén haladó kerékpárút, amit a vízen elhelyezett kiszállópontok színesítenek majd. Így a vállalkozó kedvű túrázók a hídtól kajakkal elindulva, Sióagártól akár már biciklivel is folytathatják az útjukat a folyóparton. Az elkészülő beruházás által jelentős mértékben fellendülhet majd a vízi és kerékpáros sport egyaránt a térségben. Ez az útszakasz már csak arra vár, hogy a befejező bitumen réteg rákerüljön. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül megvalósuló kerékpárúton a jövőben egészen a Balatonig el lehet majd jutni. Én azt mondom, hogy egy kimondottan jól sikerült egy projekt. Ugye itt helyben látszik is, hogy kapcsolódik a bicikli és a vízi turizmus, hiszen egyik oldalról látjuk a Szekszárdi hegyet, másik oldalról a Siót, és itt pedig egy bicikli út megy. Szerintem mindenki örömmel fogja használni. Nem csak a bicikli út folyómenti szakasza készül el a nyár folyamán, hanem a Sió projekt keretein belül a vízen kiszálló pontokat is építenek majd. Ez azt jelenti, hogy például egy ilyen kapcsolódási pontnál, hogy a biciklisták tudnak majd hajóra váltani, vagy a kajakból kiszállva felülni egy biciklire. Ez szerintem mindenképpen előnyére válik a környéknek. Az elkészülő kerékpárút és a hozzá kapcsolódó folyómenti kiszállópontok a szárazföldön is és a vízen is komplex lehetőséget nyújtanak majd a szabadidős sportok kihasználásához. A legtöbb nyári gyümölcsből valamivel jobb termés várható idén, mint az elmúlt két évben, valamint a tavalyi és a tavaly előtti hiány után az idén lesz hazai kajszi és őszi barack. Emellett az előrejelzések szerint megfelelő mennyiségű megy, cseresznye és szilva is terem, írta a Világgazdaság szerdán. Kelemen Péter, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke elmondta, hogy a felsorolt gyümölcsök várható piaci helyzetét és árát illetően még korai lenne jóslásokba bocsátkozni. Megjegyezte, hogy a termelés költségei fajtól függően 25-50%-kal nőttek, de a termelői árak ezt egyelőre nem követik. Fad, dombori és szálka szabadtéri strandjainak esetében is kiválóan megfelel a vízminősége az előírásoknak, ám mindkét nyílt vízi strand üzemeltetője ugyanazzal a gonddal küzd, az alacsony vízállással. A helyzet kezelésére stratégiát dolgoztak ki, valamint a szezon lefutása után szálkán jelentős partvédelmi munkálatok kezdődnek el. Kerítéstől a töltés végéig, ameddig a strand területe tulajdonképpen ki van jelölve, a felső része lesz egy gyerekbejáró, ami nem lépcső, hanem egy ilyen majd hosszabbított homokos bejáró. A többi helyeken meg stégek lesznek berakva. De minden reszálkámmal csak a szezon lejárta után szeptemberben kerül sor. Ekkor a munkálatok kiterjednek majd a part egészére, megvédik majd az omlástól, de a meded aljára is, ahol homokterítésre kerül sor, mondja Pálfi János polgármester. A szezon az iskola végén júniusban veszi kezdetét, és becsöngetéssel szeptemberben ér véget.
A legnagyobb gondot a vízmennyisége jelenti, mondja Pálffy János. A vízszint az most alacsonyabb, mint szokott lenni. Ebből van is egy kis bajunk, mert néhány helyen följött a hínár, de hát ezt ki fogjuk takarítani. Hát reménykedjünk abba, hogy fog esni az eső, mert hát ugye alacsonyabb a vízszint. A fürdés akkor is alkalmas, semmi probléma nincs ezzel, csak hát az jobb lenne, magasabb lenne, mert akkor nem lenne hínár. A vízpotlást az első tóból oldják majd meg, amit természetes úton táplál a Lajvédpatak, és egy nádrendszer szűri a vizet. De a megfelelő vízmennyiség csak akkor tartható, ha a természetes utánpótlás is megérkezik eső formájában. A faddombori holtágon is a vízhiány jelenti a legnagyobb gondot. Ide a sió duzzasztása után tudnak majd visszatölteni. A tolnai holtág fog kapni, siót földuzzasszák. Reméljük, hogy azért esik annyi eső a sió kapos koppány vízgyűjtő területen, hogy elég vízhozama lesz a siónak, akkor a tolnai holtágot 480-as szintre feltöltik. Ez azt jelenteni, hogy 20 centivel magasabb lenne a vízszintje, mint a faddi oltágnak. Itt ki tudnánk egyenlíteni ezt, tehát nekünk ez ilyen 110-es vízállás jelentene a faddi oltágon. A duzzasztás megkezdődött, két héten belül kiderül, ez megoldja-e a problémát a fürdőszezon idejére. Ha nem, akkor szivattyúzni fogják a vizet a Dunából. Ez egy 10 milliós költséggel jár, az önkormányzatnak van 4 milliós tartaléka, a Paksi atomerőből is ígértek pénzt, és hát nyilvánvaló majd akkor itt a dombori vállalkozókhoz üdülő tulajdonos fordulok, mert az önkormányzatunk ennél többet nem nagyon tud most ebbe beletenni. Amennyiben újra megnyílik a területfejlesztési operatív program kerete, FAD ismét pályázni fog a dombori strand területének további fejlesztésére. 10-ből 6 magyar naponta vásárol kenyeret, egy átlagos háztartás 1,6 kg kenyeret fogyaszt hetente. Az online kutatás szerint, amelybe 1000 embert vontak be, a 18 és 65 éves magyar lakosságot reprezentáló módon a fogyasztók 28%-a fehér, 22%-a barna kenyeret fogyaszt, általában teljes kiörlésűt 12%-uk magvas és rost kenyeret 6, illetve 5% vásárol. A megkérdezettek 6%-a külön figyel rá, hogy kovászos kenyeret vegyen. A fogyasztói szokásokat vizsgáló felmérésben megállapították, hogy bár a pandémia alatt sokan kaptak kedvet az otthoni kenyérsütéshez, a válaszadók 65%-a még mindig boltból veszi a kenyeret, és aki házi kenyeret készítene, azok is inkább csak alkalmanként teszik azt. Még két napig, május 20-áig lehet módosításokat kezdeményezni az adóbevallás tervezeteken. Ezt követően a legtöbb esetben azok hatályba lépnek. A NAV 6. éve készíti el a bevallásokat, mostanra gyakorlatilag már mindenkinek. Az adó 1+1%-áról is eddig az időpontig rendelkezhetnek az adófizetők. 6 éve készítette el először a személyi jövedelemadó bevallásokat a NAV. Azóta egyre többen lettek azok, akiknek a hatóság ingyen elvégzi ezt a munkát. A tervezetek már el is érhetőek online, és postán is kiküldték azokat. Módosítást pedig péntek éjfélig lehet kezdeményezni. Fontos, hogyha valakinek olyan bevétele van, amit a NAV nem lát, például ingatlan kiadásból származó, akkor azt külön fel kell tüntetni. Ha pedig valakinek pénz jár vissza, akkor be kell jelölni, hogy postán vagy bankszámlára kéri azt. Valakinek nincs ügyfélkapuja, és mint említettem, mondjuk 1000 forintnál több visszaigényelhető adója van, akkor kapott postán tervezetet, és kapott hozzá egy kiegészítő nyilatkozatot. Ha a tervezetben foglaltakkal teljesen egyetért, nem kell semmivel kiegészíteni, tehát úgy látja, hogy minden benne van, akkor elég ezt a kiegészítő nyilatkozatot kitölteni és aláírni és visszaküldeni a NAV-hoz május 20-áig. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valakinek befizetendő adója van, és arra részletet akar kérni. Fontos, hogy annak, aki egyetért a NAV számításával, semmi dolga nincs, mert a bevallás tervezet május 20-a után automatikusan érvényes bevallássá válik. Fontos még az, hogy a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén és a korábbi évekhez hasonlóan lehet rendelkezni, ugye akár elektronikus úton, akár papíralapon. A lényeg az, hogy május 20-áig a NAV-hoz beérkezzen, illetve ahol a munkáltató vállalta azt, hogy összegyűjti ezeket a nyilatkozatokat, ott a munkavállalónak a munkáltató részére május 10-éig kell átadnia. Tavaly a felajánlásokból 10,5 milliárd forint jött össze civil szervezeteknek és egyházaknak. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Rekordbevétel és fizetett érdekkörök, zárszámadási vita a pécsi közgyűlésben. Kedvező feltételek a diákmunkafronton, több ezer fiatalt várnak Pécsen is. Napelemes vízibicikli, az élővilág védelme, történelmi emlékfesztivál, projektötletek a balatoni diákok versenyén.
rekord iparűzési adót könyvelhet el a pécsi önkormányzat a 2021-es évre. Ez látszik azokból a pénzügyi dokumentumokból, amik alapján összeállítják a város zárszámadását. Ennek tárgyalása is a képviselők elé került a keddi közgyűlésen. A jobboldal szerint a bevételi oldal sikere mellett negatívum, hogy olyan kifizetések is vannak a költségvetésben, amik a baloldalhoz köthető gazdasági, politikai körnek szólnak. A városvezetés szerint takarékos gazdálkodást folytattak tavaly. A zárszámadást május végéig kell összeállítania és benyújtania az önkormányzatnak a törvény szerint. Pécs 2021-es pénzügyi évének lezárásai szerepelt a város képviselőtestületi ülésén kedden. A dokumentumból kiderül, egyrészt nagyon jó évet zártak, mondta a városi Fidesz frakció vezetője sajtótájékoztatóján. Egy rekordméretű iparűzési adóbevétel összeg lett. Tulajdonképpen Pécset ilyen mértékű az iparűzési adóbevétel az önkormányzatnak még sosem volt. Tehát még a 2019-es évben, ami a Covid előtti utolsó teljes gazdálkodási év, akkor volt 9,5 milliárd forint. Ezt 21-ben, ez sikerült még 1 milliárddal megfejelni, gyakorlatilag 10,5 milliárd forintnyi összeg folyt be az önkormányzathoz. Ez a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhető egy felől, amit a Covid alatt hozott. Másrészt pedig az előző városvezetés ipari park építési lépéseinek, amikkel befektetőket hoztak Pécsre. A cégek pedig megtelepedve termelésbe kezdtek, ami folyamatosan növelte a város adóbevételét. Ezek a folyamatok most értek be, mondja a politikus. Csizmadia Péter szerint voltak olyan kifizetések, amik negatívan érintik a várost. Tanácsadók használ, tanácsadók halmazát, ha nézzük, vagy egyéb tételeket is. Ugye itt nem akarom ezt most ismételni, nagyon hosszan lehetne, hogy ez hány százmilliójába kerül már a pécsieknek, de összességében még ezt is el tudta bírni a pécsi gazdaság és a pécsi önkormányzat, de az egészen biztos, hogy a 2022-es évben ez többet nem fordulhat elő. Korábban a baloldali városvezetés azt mondta, túloznak a polgári oldalon a tanácsadós kifizetésekkel. A zárszámadás vitáján pedig arról beszéltek, hogy egy takarékos működést hajtottak végre 2021-ben. Ennek eredménye, hogy sikerült finanszírozni a tavalyi évet. A törvény szerint május végéig kell elfogadni a 2021-es pénzügyi év zárszámadását. Kedvezőek a feltételek a diákmunkafronton. Több ezer fiatalt várnak az iskola szövetkezetek az idei nyári szezonra is. A fiatalok dolgozhatnak a klasszikus idénymunkákban, és új lehetőségek is kínálkoznak számukra. Napi 8 órában foglalkoztathatóak, és be kell tölteniük a 16. életévüket. A Melódiák Iskola Szövetkezet idén is várja a dolgozni akaró fiatalokat, azonban idén életbe lépett egy új jogszabály, mégpedig a 25 év alattiak SZIA-mentessége. A cég által megkérdezett több ezer diák munkavállaló kedve ezért igencsak megnövekedett. Ehhez még a pandémia befejeződése is hozzájárul. Munka pedig van bőven, mondja Keserű Dénes, a Melódiák Iskola Szövetkezet pécsi kirendeltség vezetője. A nyári standard munkáink, ugye, amelyek ugye a strandok, ugye a strandokban lévő egységek, illetve úszómesteri, csúszdaőri feladatok ellátása, ugye ezek, amik ugye a diákok részére első körbe preferált, viszont ugyanúgy a standard munkáik is természetesen megmaradtak, tehát az áruházi, tehát árufeltöltői munkák, illetve gyorséttermi feladatok ellátása. Ezen kívül a mezőgazdaságban a kukorica címerezés, a zöldség, gyümölcs szedés továbbra is kellendő munka a diákok körében. Elhelyezkedhetnek továbbá a feldolgozó iparban is, vállalhatnak pénztárosi munkát is. Jelentős logisztikai munka, irodai feladatok is várják a diákokat idén. A szakmai munkák irányába is erős az érdeklődés, mondja a kirendeltség vezető. Jobb már a baranyai multinacionális vállalatoknál. Itt az egyetemmel ugye egy együttműködésünk is van ezzel kapcsolatban, ahol ugye már a diákok szinte az utolsó évükben, vagy az utolsó végzős évükben ugye már ezeknél a multicégeknél elhelyezkednek, és ugye egy ilyen karrierutat tudnak bejárni. Mi magunk is egyébként
tehát ebbe a szakmában, tehát a HR szakmán belül is mi is fogadunk szeretettel diákokat. A Melódiák később ezeket a diákokat véglegesen is tudja majd foglalkoztatni. Nyárra 16 éves kortól várják a fiatalokat napi 8 órás munkavégzésre. Baranya-Somogy-Tolna, Zala, Bács-Kiskun és Fejér megye déli részében ad munkát a diákoknak a pécsi kirendeltség, tette hozzá Keserű Dénes, a Melódiák iskola szövetkezet kirendeltség vezetője. Napelemes vízibicikli, a Balaton élővilágának védelme, történelmi emlékfesztivál. Csak néhány projektötlet, amelyeket kidolgoztak a középiskolások a Balatonfejlesztési Tanács és a Siófoki Szakképzési Centrum versenyén. A többfordulós megmérettetés zárásaként kedden Fonyódon prezentálták a teljes, részletes elképzeléseket a diákok a szakmai zsűrinek. Az elképzelt vállalkozásokkal a fenntarthatóság volt a cél. A fenntarthatóság jegyében a Balaton élővilágának megőrzését, az őshonos halfajok védelmét tűzte ki célul az egyik projektötlet. Ezt már írásban kidolgozták a diákok, a verseny döntőjében pedig szóban is prezentálták elképzelésüket a fiatalok. Mivel balatoni gyerekek vagyunk, ezért számunkra fontos az, hogy a Balaton az élhető legyen, és megőrizzük annak az élővilágát. Egy másik döntőbe jutott csapat innovatív ötlettel állt elő. Napelemes vízibiciklit fejlesztenének a képzelt vállalkozásuk keretében. Üvegburok van körülötte, így évszaktól függetlenül is használhatjuk, és a napelemeket azért találtuk ki, hiszen télen, mivel nem lábbal hajtjuk, hanem elektromosan működik, ezért a napelem segítségével kapja az energiát. A Balatonfejlesztési Tanács és a Siófoki Szakképzési Centrum közös projektversenyének célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a fenntarthatóságra. Olyan startup vállalkozást kellett megálmodniuk a diákoknak, amelyek kötődnek a balatoni régióhoz. Ehhez üzleti marketing és fenntarthatósági tervet dolgoztak ki a középiskolások. A versenyre 11 csapat nevezett a Balaton régióból, a fonyódi döntőbe a legjobb 6 jutott. Volt, aki partifecskék tanúsvényt álmodott meg, más történelmi emlékfesztivált szervezne. Szerettük volna a szakképzésnek azt a fajta komplexitását, interdisziplinaritását visszaadni egy versenyben, és azt a fajta projektszemléletet, ami az új szakképzési rendszernek jellemzője. De próbáltuk összekötni a lokálpatriotizmust a szakképzés megújulásával, és természetesen szerettük volna azt is, hogy ez ne egyéni, hanem csapatverseny legyen, ugyanis az új szakképzési rendszer egyik legfontosabb tézise az éppen a csapatban való gondolkodás, tudás. Ez nagyon fontos később a munkahelyen egyébként a gyerekek számára. A projekt feladatok kapcsolódtak az intézmények pénz, valamint fenntarthatósági téma heteihez. Az írásbeli feladatok mellett kedden szóban győzhették meg a háromfős szakmai zsűrit a diákok. Ami nekem nagyon tetszett, a lelkesedésük. Tehát, hogy tényleg nagyon sok munkába azt láttuk, hogy beletettek időt és energiát, és utána olvastak a témának, nem csak egy ilyen kötelező jelleggel válaszolták meg a kérdéseket, hanem tényleg utána néztek az adott témaköröknek. A projektversenyt a Siófoki Szakképzési Centrum, Baross Gábor Technikum és Szakképzőiskola csapata nyerte a Balaton élővilágának fenntarthatóságát célzó ötletével. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Nagymányoki fejlesztések, létfontosságú a vízelvezető rendszer korszerűsítése. Felveszik a harcot a hulladékkal, a lakosság együttműködését kérik Szekszárdon. Hamarosan befejeződhet a beruházás, vízen és szárazföldön is lesz lehetőség a sportolásra. Fontos határidő közeleg, még 2 napig lehet módosítani az adóbevallás tervezeteken. Csütörtökön döntően derült, csapadékmentes, kellemes nyárias időjárás ígérkezik, átlagosnak megfelelő hőmérséklettel. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, éjszaka csillagfényes, eseményektől mentes idő ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!